Nem tudjuk, hogy továbbá azt, hogy a későbbi hasznosítása mi lenne a térnek, folyamatosan mellé beszélnek. A Jobbik sem megy el szó nélkül a Dunakapu térre tervezett mélygarázs ügye mellett, ezt jelentette be országgyűlési képviselőjük péntek délelőtti kihelyezett sajtótájékoztatóján. Magyar Zoltán azt mondta, nem fogadják el, hogy az önkormányzat betemesse a feltárt, értékes műemlékeket, mint ahogy az sem, hogy 100-150 férőhelyes parkoló épüljön a tér alatt. Ez egy olyan történelmi emlékünk, ami Európa híres lehetne, ha megfelelő módon lenne felújítva, és a Jobbik ezt rendkívül fontosnak tartja, mint Győr fejlődése szempontjából, turisztikára gondolok itt elsősorban, mint pedig az ország szempontjából ezt nagyon értékesnek gondoljuk. A tájékoztatón szintén résztvevő Szigeti Ferenc az Arabóna Városvédő Egyesület nevében bejelentette, kezdeményezte a Dunabástya, vagyis a tér műemléki védelmét. Igaz, ezzel kapcsolatban visszajelzést még nem kapott az Örökségvédelmi Hivataltól. A Dunakapu tér ügye közben már nem csak a magyar, de az Európai Parlamentben is téma lehet. Morvai Krisztina jobbikos képviselő ugyanis Brüsszelben is felszólal majd a feltárt reneszánszkori műemlékek megtartása mellett.